De úgy tűnik, hogy potenciál az még van Dedekkerben. Mi a helyzet ezzel a meccsel, az esélyeket illetően? Hát természetesen úgy gondolom, hogy Joe Cullen számít az esélyesnek, nem csak azért, mert ugye azért ő előrébb van a világranglistán, hanem mondjuk azért is, mert neki már sikerült 2020-ban ugye eljutni a legjobb 8-ig itt a World Grand Prix-n. Azért azt tudni kell, hogy, és ennyit mondanék, hogy azért Mike Dedekernek volt magyar kötődése is. Tehát vannak olyan emlékeim, amikor ifjúsági EU vagy a 23-as világbajnokságra Budapestről utazott Mike Dedeker, de mivel, hogy egy indiszkrét csávó vagyok, ezért többet nem fogok elmondani. Dehogy nem, mondja csak nyugodtan. Nem, mert kötődés van. Kötődés, nem. Ez ennyi legyen elég. Jó, éjféli kiderítjük, akik a televízióban nézik, és itt kezdődött az adás, igen. Reméljük, hogy már kiderítettük. És ő is kezdte egy 32 azonnali beszállt. Ugye nem csak a dupla beszálló a fontos, hanem az is, hogy szettes lebonyolítás, igen, van. Az első fordulóban 2 szettet kell megnyerni, ugyanúgy, mint a világbajnokságon, viszont ugyanúgy 3 leget kell megnyerni egy szethez. Egy mérkőzésen egy szünet van, egy mérkőzésen belül, méghozzá az első szettet követően. Után azonnal. Ugye rengeteget beszélünk arról, hogy rögtön az első 2-3 duplára elrontott nyíl az végzetes lehet, nagyjából ott már törlődik is, ha valakinek mondjuk pálya előnye van, úgyhogy itt azért villámgyorsan meg kell szállni. Így van, nagyon-nagyon fontos, de most mind a két játékos ugye Mike Dedeker 1-1-jel szállt be, és 1-2-vel pedig Cullen, tehát a második nyíllal sikerült neki. Azonnal jó a tripla. Nincsenek is olyan sokan most jelen pillanatban, tegnap sokkal több néző volt. Ugye Leicester a helyszín, ezt még talán nem említettük, hanem lejön közben 170-re. Csak egy 41-es. 41. Az átlagok nem voltak magasak, de nem is lehet elvárni egy dupla beszállós versenytől, hogy úgy száguldozzanak a 100-ak, 105-ök, az abszolút 110-ek, mint hogyha egy sima beszállós játék lenne. 120 ponton Cullen és 162-ről Dedekker. 137 nagyon szép volt, igen, 28-ra megy le 120, azonnal egy Shanghai lehetőség, jó kezdés Cullen-től. Ó, 120, azonnal jó kezdődik. Ugye azt azért tudni kell, hogy ilyenkor Lajosnak tisztel, tehát családi tradíció, hogy Cullen-nak kell szurkolni. Hát nem tradíció, inkább kötelezettség. Nem, én tradíciónak mondanám, nem hiszem, hogy kötelezettség. Na és ez, a na, ez az, amikor nem száll be, igen, most, kezdés. Most, mintha Dedeker kezdeni pedig, a leget, ha beszáll. Igen, tehát azonnal egy break leg volt. De hát az is nagyon messze. Nem száll be. Hoppá, dupla 19 sem jött. Tehát most olyan, mint hogyha kezdődne, és ezért van az, hogyha megnézi az ember az átlagokat, akkor ugye ezek nullának számító körök. Na, ott jön a 36, a hatodik nyíllal tudott beszállni. De Dekkernek a negyedikre van meg a beszálló. Ez egy 71-es kör. Nem csak kevesen vannak, hanem akik ott vannak, ők is elég halkak. Aztán, hogy ez az idő előre haladtával hogyan fog változni, ezt még nehéz megmondani, de azért ne felejtsük el, hogy Angliában még 6 óra 20 perc van most. Könnyen lehet, hogy akik végeznek a munkában, és mondjuk majd este szeretnék látni Humphreyst vagy Fangervent. 127 közben. Gyönyörű játék. Azok meg fognak érkezni, hiszen itt lesz ma még velünk Dave Chisnell és Luke Woodhouse, Heta Searle mérkőzés, Van den Beek, Dobby, Wright, Clemens, nem rossz meccsek lesznek. Fangerven, Josh Rock, Clayton Rosmith, és az utolsó mérkőzés pedig Luke Humphreys és Derek Gurney lesz. Az a Clayton Rosmith is. 58. Teljesen együtt vannak. És megint Cullen, amikor a végjáték van, akkor sokkal jobban... 180! Sokkal jobban reagál, és ilyenkor dob jót. Egyelőre nem megy Dedekernek, ugye ez is az egyik pozitívuma lehet azoknak a játékosoknak a lebonyolítás, akik gyengében kezdenek, hogy nem egymás után X leget kell megnyerni, hanem gyakorlatilag, hogyha el is bukja az első szettet, egy picit lehet sztornózni. Igen. Látottakat. Ezt viszont nem lehet sztornózni, ez úgy 2-0 Cullennek, hogy a hatodik nyíllal szállt be.
Egyébként hozzáteszem, hogy nincsen rossz átlagon jelen pillanatban Joe Cullen, mert 95,7-es, tehát azért az egy kimondottan magas átlag. A második nyíl hozza most a 32-t, ez így 33. Az egy 140-esnek néz ki, bizony érezhető volt nagyon a második szép, nyílból, ugye, igen, ez már annyira látni ilyenkor. Milyen furcsa most a tévében nézni, amikor láttuk őket élőben játszani. Hát meg hozzászoktunk élőben a 9-nyilas, itt meg szenvedgetnek a ez nagyon bacakérhatkeresekkel. Most... Bocsánat, elnézést mindenkit. Wow, a Zoli szelénysége, hozzászoktunk, jaj. Na jó. 123. Igen. Most nagy előnyben van Dedekker. A legrosszabb esetben lejön 100-at, de ez ennél is jobb lesz. 24-re. Ó, 133. 62 marad. Azt hittem, hogy le fog tudni jönni 24-re. Egy tripla 19 kellene Cullennek. Tripla úgy is jó lett volna a végén. Na, 62, 52-nél jár, 20-as. És 32. Megvan. 2-1. Szép így szedten belül, Dedekker. Megint kívül, az is! Megint 36, 18, lehet, hogy 36 megint segített. Igen, 36 megint segített. Megvan másodikra, és a tripla 19-es is, 89. Hú, de jól áll az az első nyíl. De csak 100, csak. Örülünk azoknak a kommenteknek, hogy befényképezgetik, hogy tudják nézni az EMC mikron. Persze ez nem volt eddig sem kérdés, de örülünk annak, hogy az állandó nézőink ezt meg is teszik. És azt is elmondanám gyorsan, hogy ez holnap is így lesz. Igen. És ez nagyon szép 134. Azért pozitív dolog, mert így egy csomószor nem fogunk lemaradni a dárcról, vagy hogy csúsztatva indítani, hanem élőben 180! Ha majd a sűrű programnak köszönhetően úgyis a dárc nézők azok sokkal mobilisabbak, akkor fogalmazunk így szerintem. Nagyon szép, dupla 19, ajjajjajjajjaj, 3-as marad a 16, és akkor 97-re Cullen, tripla 19. Dupla vagy tripla 18, bedobja dupla 12. Ó, de szép lett volna. Ez olyan volt, mint a mérkőzés nyila Humphreysnak. Így viszont Dedekker adott esetben kezdhet a szett megnyeréséért, de elég messze vannak ezek a nyilak. Dobni hozzá. Rááll egy picit. Bedobja! 2-2! Hú, milyen, mekkora kő esett le a szívéről, látszott a reakciója. Most viszont kulcsfontosság, hogy ki tud hamarabb beszállni. Az első kívül, a második belül, ójaj! Cullen is elrontja az elsőt, a második már jó, és akkor most indulhat meg előre, 52 pont, de hát még Dedeckerbe sem szállt. Most már igen? Igen. Triplet viszont nem talál, 71 pont. Az csúnyán elment. 84 Cullentől egy két triplás körrel előzhet Dedekker, ebből az első megvan. A második picit fölötte 100-as. Nagy bajba azért nem került Cullen. Így viszont kerülhet, hogyha a szektort sem találja el. Lent azért javított 115-ös. A továbbjutóról egyébként már azt tudni, hogy vagy Johnny Claytonnal, vagy pedig Ross Smith-szel játszik. Ugye négy párosításon kialakult már a második fordulóban. Smith, Dolan, Gilding, Anderson, Price, Ratajski és Bunting, Schindler mérkőzéseink lesznek. Az most jó első nyíl. 140-110 pontja marad Joe Cullennek. Ennek.
97, így nincsen kiszálló. Dupla 16 az első szettért. Nem tud kiszállni Kalen. 120-szal kezdett, 110-zel fejezhette volna be. De nincsen kiszálló De Decker. Szenved, érezhető a reakcióim. Dupla 16 másodjára. Szenvedő meg ezzel a dupla 16-tal egyelőre, a beszállónál is, meg most úgy tűnik a kiszállónál is. De messzire dobta azt a 16-ost! Dupla 8! Nem dobja be! Nem dobja be, és 94-ről kell kiszállni a De Deckernek ahhoz, hogy az övé legyen 0-2-ről, elég visszafogott játékkal megfordítva. Az első szett dupla-dupla! Nem dobja be! Ó, de nagy lehetőség volt. Na, akkor még egy nekifutás a dupla 8-nak. Benne van. Csak megnyeri nagy nehezen van, hogy tökéletes. Az első szettet 3-2-re. Meglátjuk, hogy melyik játékos mennyire tudja magát rendezni a szünetbe. Mindjárt folytatjuk. Az imént a képen látott Joe Cullen megnyerte az első szettet úgy, hogy egyértelműen ő játszott jobban, de az esélyt bőven megadta a Deckernek ahhoz, hogy ez a belgái legyen. Viszont azt nem tudom, hogy a lélektana alapján milyen második szettet várhatunk, mert az első szett lélektana alapján milyen másodikat várhatunk. Hát érdekes volt számomra mindenféleképp az, hogy ugye már szabályosan tényleg ott volt, hogy jó, 3-1-jel elmennek majd az első szett után, ugye Joe Cullen 3-1-re fog vezetni. Ehelyett az történt, hogy hát sansza volt ahhoz, hogy még elvigye a szettet Mike De Decker. Még nem tudnám kijelenteni, hogy ez egy tuti, de meg tuti Joe Cullen győzelem lesz. De megint az érdekesség az volt, hogy ugye megint 2-32 mellé hiba, és utána átváltott utolsó nyíllal 36-ra. Igen. Viszont 121. Én úgy gondolom, hogy Joe Cullennek sokkal nagyobb a színpadi rutinja, és ez még mindig előnyt jelenthet számára. Annak ellenére, hogy azért tényleg nincsenek sokan, meg nem mondhatnánk azt, hogy nagy lenne a szurkolás. 100 pont. Közelít a tripla felé. Ez a szép volt, igen, a végén átváltott tripla 18-ra. Menni kell lefelé. 95, 149, 148 marad. 96 volt a dobás értéke. De ez is megint jó első nyíl, és utána körülbelül egy olyan 2 centire érkezett be a második nyíl. Átvár 18-ra? Igen, most már 19, 51 a dobás. 106-ra jöhet egy meglepetés, 54, nem jön, 68-nál jár. 8 pontra lejutott. Az előző szettet 100 pluszos kiszállóval kezdte Cullen. Valami elírás van. Nem. 97 pontja volt, de annak kellett volna lennie. Ja, jó, mert még mindig 31 van kiírva. Igen, az nem jó. Ettől függetlenül De 24 pontjának kellett maradnia. Azért csodálkoztam rajta, mert 51-et dobott, 148, és az 97 a maradék. Nincs beszálló. Megcsinálja a bréket, és utána nem tudja elkezdeni a leget. Azonnal elsőre jön a 32, és a tripla 20 is. 152-es kezdés! Ugye ez a 32-vel kezdés, ez azért érdekes, mert ugye itt nincsen... Tudják, hogy mi vagyunk. Azért kezdenek 32, vagy tudják, nem ez mi, hanem én. Hát ezt... 137, micsoda játék! Ujjaj, az meg elmegy az ötösbe De Deckernek. Sima 19-es. 84. Jó leváltás. Nagy leget játszik Joe Cullen.
Három kör után dupla beszállós játéknál 78 ponton van, itt lehet egy 4-körös, akár 11 nyilas is. Nagyon nagy veszélyben nincsen most Kalen, nem tud lejönni 300 alá. Dedekker úgy, hogy ő már egyel többet dobott. 11. Nyilat a 11 nyilas Kalentől. Azért egy 11 nyilas. Azért az nem egy rossz. Nem egy rossz leg, főleg dupla be kiszáll, dupla be dupla ki játékba. Simánál is szenzációs persze. Azt mondják legalábbis. Érdekes kör volt Kalentől, az első nyillal beszállt, de így lett ebből 43. Második nyillal megvan, 19-es. 11. 90-es átlag fölött van egyébként Joe Kalen. Ez nem kellett hozzá mondjuk. 35. Az első nyillal szállt be, és 6 nyíl után van 423 pontja. 97. Közben kaptuk a kérdést Mariel Ryan Searle hasonmástól. 140. Hogy kajáltunk-e jó munkát, meg hogy ettünk-e krémes. Nem eszünk krémest már, antikrémeses fiúk lettünk. Mi az a krémes? 100-as. Folyamatosan alákezdi a tripla 20-nak Kalen minden egyes körét szinte. Igen, 86. Nincs tökéletesen összerakva a játék, azért a 11 nyilas az előbb kijött belőle, meg a számok persze szépek. 59. Az most nagyon jó, jó tempóban is Kalen. 177-re lejön 20-ra, ami abszolút nem volt benne ebben a legben. Dupla 10. Még mindig a dupla 10. Megoldja a harmadik nyilat. Elsőre beszáll Dedekker. Ó, ez nem rossz. 108. Aha. 140. Hozzáteszem, ma lehetne az AMC Mikro történetének első 9 nyilasa. Tényleg. Az AMC Mikro még senkinek nincs 9 nyilasa. Hoppá. Tényleg. Oda vár. 180! Amióta Fafinak elolvastam a hozzászólását, azóta csak jönnek a 180-ak. 105. Megvan az 57. Az is jó. Jó 16. Az még bejebb ment a közepe felé. Na 98. Jó. Egyszer már erre rápróbált. Második nyíl. Nem dobja be. Dedekker. Itt lett a mérkőzés vége. Igen. Dupla 8, amivel elég sokat szenvedett az első szedben. De most elsőre való biztosan. Hát úgy nyert viszonylag simán 2-0-ra Kalen, hogy jól is játszott meg. Nem is, Dedekker ott is volt meg. Nem is. De ő is tovább már, mint Kalen. Igen, és azért ez csak egy 92 fölötti átlag. Azért az nem egy rossz átlag ezen a tornán, úgyhogy jó bemutatkozás Kalentől. Ő jutott tovább a következő mérkőzésre, is angol továbbjutónk lesz, Dave Chisnall vagy Luke Woodhouse.